18, 19, 20 darab. Átlagosan ennyi könyvet visz haza magával az, aki betér a Versegi Ferenc könyvtár kiárusítására. 2016-ban szervezték meg először a háromnapos akciót. Tavaly 671 darab könyv talált gazdára. Idén biztosan túlszárnyalják az eddigi sikereket. Tegnap kezdődött, nagyon sokan voltak, folyamatosan jönnek, minimum 10 könyvet mindenki visz. A legkiemelkedőbb a 176 darab volt, de folyamatosan jönnek, és többen vissza is jönnek, mert annyi a könyv, hogy nem bírják elcipelni. Szakmai szempontok alapján választják ki a könyvtár dolgozói a kiiktatásra szánt darabokat. Erre a tartalmi elavulás vagy a könyv borítójának, lapjainak sérülése miatt lehet szükség. Ez leginkább a gyermekkönyveket érinti. Az érdeklődők alapos kutatás után olyan köteteket vásárolnak meg, amelyek eddig hiányoztak az otthoni gyűjteményből. Nagyon gyorsan válogattam, mert sietek. Hát olyan könyvek, amiket én olvasok, azok nekem mind megvannak. 3000 kötettől válik meg az intézmény, elsősorban helyhiány miatt. De nem csak ezt a szempontot tartják szem előtt a könyvtár dolgozói. A végső célja az az, hogy az olvasóink kezébe új, friss és kedvelt irodalmat, kedvelt könyveket adjunk. Ezért meg kell válnunk azoktól a könyvektől, amelyeket már kevésbé forgatnak az emberek. Az akciót követően új, népszerű példányokat szereznek majd be, hiszen az intézmény működésének célja az olvasóközönség kiszolgálása. A könyvkiárusítás csütörtök este 18 óráig tart.